Néhány vállalkozó számára mutatta meg Podlovics Roland, a Sóstó Gyógyfürdőért Alapítvány kuratóriumi elnöke a faültetési program jelenlegi állapotát. Ők mind támogatták a városrész zöldítését. Az ősszel indult 2 éves programban mintegy 4-500 fát szeretnének elültetni a sóstói közterületeken. Azt mondják, aki fát ültet, az bízik a jövőben. Örömünkre szolgált, hogy részesei lehetünk egy olyan civil kezdeményezésnek, amely kapcsolódóan a városi beruházásokhoz Sóstó örökségét tovább viszi a következő generációra annak érdekében, hogy gyermekeink is hasonlóan szép fák árnyékában tölthessék a szabadidejüket, ahogy mi is megtesszük a múltban ültetett fák árnyéka alatt. A faültetési programot a Sóstó Gyógyfürdőért Alapítvány kezdeményezte, számos támogatót találtak, így a 2020-as tervekre közel 9 millió forintot sikerült összegyűjteniük. A tavak keleti partján sikerült már elültetnünk 83 fa, emlékeim szerint. Itt most 33 fát ültettünk itt a központi parkban. A héten kezdjük, ma tűztük ki a Berenát utca melletti oszlopos gyertyánokat, oda olyan 30 körüli faállomány megy be, és utána megyünk még a templom elé, a Kemecsei útra, ott fogunk még fákat elültetni, illetve a Pangea elé is ültettünk egy párat. Meg most felmértük azokat a parkolóhelyeket, ahol a vandalizmus okán a beruházások alkalmával elültetett fákat kitörték, az 11 néhány fa, még ezt pontosan nem tudom megmondani, még azokat szeretnénk idén elültetni. Tehát az volt a célunk, hogy 190 fát ültessünk el itt 2020-ban. 178-180 fának már fixen megvan a helye. Valószínű jövő héten a maradék 10-12 fának is kijelölik a helyét a parkolóknál. Az önkormányzat az elmúlt években arra törekedett, hogy város szerte minél több fát és cserjét ültessen. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt esztendőben több ezer fát és cserjét tudtunk elültetni. Ezt a munkát jövőben kívánjuk folytatni, és amikor civilek kezdeményeznek, vagy vállalkozások kezdeményezik azt, hogy fákat ültetnek, akkor az önkormányzat örömmel áll elé tevőlegesen, és segíti anyagilag is azt a munkát, illetve hát nyilván örömmel vesszük át majd a fák ápolását, amikor ezek szépen beálltak, és gondozunk őket. A sóstói faültetéssel párhuzamosan a hét első felében a Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai pótolták a túlelőtti részen a tavaly ültetett Megyei Jogú Városok Szövetsége liget hiányzó fáit.